Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Orsolya vagyok. Mai vendégünk Marti József, bujáki esperes plébános, akivel advent alkalmából beszélgetünk. Elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy mi a második adventi vasárnapnak a lényege? Advent második vasárnapjának a középpontjában Keresztelő Jánosnak az alakja áll, aki a megváltó előfutára, és az a tevékenység, amelyet ő kifejtett a Jordán folyó partján annak érdekében, hogy az embereket felkészítse arra, hogy ők a megváltónak az ige hirdetését fogják hallani, kifejezetten ikonikus személyiségé, ikonikus egyéniségévé teszi őt az adventi időnek, hiszen ő egész életét arra áldozta fel, hogy a megváltó eljövetelét előkészítse, és ezt nem csak ugye prédikációival, nagyon kemény prédikációival tette meg, hanem azzal az alámerítési vagy bemerítési szertartással, amelyet ugye ő a Jordán folyóban végzett, amiről ő ugye a nevét kapta, hogy Keresztelő János, hogy az emberek megvallották a bűneiket, és a bűnbánat jeleként alámerítette őket a Jordán folyóban. Ez pedig ugye felhívás arra, hogy hát nem csak külsődlegesen kell megújulni karácsonyra, hanem elsősorban a bensőnkben, hiszen ő is a prédikációival vagy a kereszteléssel erre hívta fel a figyelmet, hogy bensőnkben kell megváltozni, és bensőnkben kell felkészülni a megváltó eljövetelére. Idén csak 3 hetes lesz egyébként az advent, ugyanis egy napon lesz Szent Este, és advent 4. vasárnapja is, hogyha jól tudom. Hogyan lesznek a szertartások? Nálunk úgy lesznek a szertartások, hogy mi előesti misével tartjuk meg advent 4. vasárnapját, tehát szombat este lesznek az advent 4. vasárnapi előesti misék, mivel hát Szent Este délelőttjét mindenki a otthonában tölti a karácsonyi előkészületekkel, meg hát a karácsonyfa díszítéssel, és aznap este már a karácsonyi éjjeli szentmisék kezdődnek el, tehát vasárnap délelőtt nem lesznek szentmisék, ezeket mi az előző estén tartjuk meg. Értem. Sajnos még mindig azt mondhatjuk, hogy nehéz időket élünk, hiszen több háború is zajlik sajnos a földünkön. Mennyiben lesz más az idei advent, illetve a karácsony a megszokottól ezáltal? Hát egész biztos, hogy nyugtalanabb a világ, mint máskor. Most nyilván, hogy még a járványnak talán a következményeit sem hevertük ki, és a békétlenség az végképpen nem hiányzott a betegség után, bár ugye azért, ha megnézzük a történelmet, sajnos ezek a dolgok kéz a kézben járnak, a járvány, illetve a háború, ez valahogy mindig összekapcsolódik, de nyilvánvalóan, hogy az idei karácsonynak a legfontosabb gondolata az a béke, vagy a békének az erősítése kellene, hogy legyen, annál is inkább, mert hát azért karácsonynak a békesség az egy központi gondolata, hiszen a betlehemi pusztában, a betlehemi éjszakában ugye az angyali szózat úgy hangzik, hogy békesség a földön a jó akaratú embereknek, vagyis a békének a gondolata a karácsonytól szinte elválaszthatatlan, és az, hogy a békét erősítsük itt nem csak a világban, hanem önmagunkban, környezetünkben és a családunkban, és azért a saját kicsi magánszféránkban is próbáljunk megnyugodni, vagy nyugalomra találni ezekben a napokban, ez nagyon lényeges és nagyon fontos kérdés lenne, hiszen azért itt a békétlenség nem csak világpolitikai szinten, hanem a családok meg az otthonok szintjén is egy nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen. A Karácsonyi Rege című vers jut eszembe, amiben ugye azt mondja a költő, hogy de jó lenne megnyugodni, és valahogy ez az idei adventnek az üzenete személyes életünkbe is, meg a világnak az életébe is, hogy de jó volna megnyugodni, meg játszadozó gyermek lenni, és nem a békétlenséget szítani a világban.
És ugye már most azért azt mondhatni, hogy túl vagyunk a koronavírusnak a nehezebb időszakán, de azért ez ugye megviselte az embereket, a hívőket is. Ön hogy látja, hogy már most arra visszatért minden a régi kerékvágásból, vagy azért hagyott az emberekben maradandó nyomokat ez a vírus? Biztos, hogy hagyott maradandó nyomokat, hiszen csak ugye a saját példánkból indulok ki, az elmúlt Biblia órán is, a felnőtt hittanon, a Bujáki plébánián, mi egy spontán a Biblia óra végén elég sokat beszélgettünk erről, meg ennek a következményeiről, és hát azért az embereknek a nagy többsége, a most jelenlévő nem olyan, hanem másfajta betegségekben is, mert azért sajnos más téren elég sok a beteg, elég sok a szenvedő ember, látnak kapcsolatot a járvány, meg a mai betegségek, vagy betegségeik között, tehát egész biztos, hogy ez olyan seb, amit nagyon sokáig fogunk hordozni, meg igazából nem is biztos, hogy belátható időn belül ezt ki tudjuk heverni, de azért az mindenképpen látszik, hogy van egy erős elhatározás az emberekben afelé, hogy visszatérjenek a dolgok a rendes kerékvágásba. Hát most csak ha ennél a példánál maradok, hogy például újra vannak a plébánián felnőtt hittanok, tehát most már újra összejövünk, nem csak a liturgikus, nem csak a szentmise vagy más szertartások, hanem már ilyen együttlétekre is, vagy együtt gondolkodásra, vagy imaórákra, tehát azért ez mindenképpen mutatja azt, hogy próbálnak a dolgok visszatérni, de nagyon megsebzettek az emberek ennek a járványnak a következményeitől, és ezek a sebek nagyon nehezen gyógyulnak. Ha legalább ugye békésebb világ lenne, biztos, hogy gyorsabb lenne ez a gyógyulás vagy a felépülés, de ez a rengeteg békétlenség meg bizonytalanság, ez a sebek begyógyulását is nagyon megnehezíti. És ön mit tanácsol egyébként az embereknek, hogy hogyan csendesítsék el egy picit a lelküket az ünnepi időszakban? Hát mindenképpen az adventi időszaknak az lenne az üzenete, nem az, amit ugye a világ csinál, hogy mi már igazából 30 nappal előtte karácsonyt próbálunk csinálni, meg ugye feldíszíteni a környezetünket, meg úgy is mondhatnám csúnyán, hogy lelőjük a poént előre, hanem sokkal inkább meg kellene próbálni befelé fordulni, és először bent találni meg egy csendességet. Én erre azt a hasonlatot szeretem, az óceánnak meg a tengernek a hasonlatát, hogy az óceánnak meg a tengernek a mélyén mindig csend van. Tehát lehet, hogy fönt egyébként vihar van, meg csapkodnak a hullámok, meg borzasztó dolgok vannak a felszínen, de bármi is történik a felszínen, azért ott a mélyben azért ott mindig csend van, és nyugalom van. És ezt a mélységet kellene újra és újra lecsendesíteni, vagyis nem hagyni azt, hogy a külső dolgok a mélységeket felkavarják. Ott kristálytisztának és nyugodtnak és békésnek kell lenni mindennek, mert ugye ide húzódunk vissza, itt tudjuk lecsendesíteni a lelkünket, de ha az egészet felfordítjuk fenekestül, akkor igazából minden hajszoltá, minden zaklatottá, minden nyugtalanná válik. Tehát a csendet, meg a békét, meg a nyugalmat, az biztos, hogy legelőször az bent kell lecsendesíteni. Lehet, hogy úgy is, hogy egy kicsit úgy is elvonulunk a világtól, hogy megpróbálunk nem idegeskedni olyan dolgokon, amin egyébként szoktunk, tehát egyszerűen csak megpróbáljuk megmosolyogni, vagy egyszerűen megpróbálunk rajta felül emelkedni, de mindenképpen törekedni arra, hogy ne hagyjuk és ne engedjük, hogy ez a mélységeknek a nyugalmát meg a csendességét felkavarja. Azt őrizzük meg békességben, és ha ezt ott mélyen el tudjuk kezdeni, akkor ez lehet, hogy ez a csend, meg ez a béke, meg ez a nyugalom az egyre föntebb jut, és hát óhatatlan, hogy a mindennapokban
legyenek viharok, meg legyenek összecsapások, de ha utána minél gyorsabban újra meg tudjuk találni a békét, akkor már én szerintem a személyiség fejlődésünkben is egy óriási lépést tettünk előre. És a mit ezen szűkebb hazánk lakosainak az ünnepekre? Szűkebb hazánk lakosainak én mindenképpen az ünnepnek a meghittségét szeretném kívánni. Ne a külsőségeket keressék az ünnepben, hanem annak a meghittségét próbálják meg visszacsempészni. Azt, hogy a közelség, a másik közelségének a megtapasztalása, ugye a távolságot egyébként is a járvány idején eléggé megszenvedtük. A békétlenség megint egy felhívás arra, hogy becsüljük meg a közelséget, és mindenképpen a meghittségre, ne a külsőségre, a meghittségre törekedjünk. A közelségre és az egymás társaságában való megerősödésre is, és feltöltődésre. Az, hogy leüljünk és elbeszélgessünk egy délutánt vagy egy estét, az annál fontosabb, mint az, hogy hányfogásos menüt teszünk az asztalra, mert ha egymást is meg tudjuk nyugtatni, vagy egymást is le tudjuk csendesíteni, akkor jelent az ünnep feltöltődést. Különben az ünnep csak kimerültséget jelent, és az ünnepnapok azért lennének a hétköznapok mellett, hogy a hétköznapokhoz nyújtsanak egy feltöltődést. De ha az ünnep nem nyújt feltöltődést, akkor két végéről égetjük a gyertyát. De ez a feltöltődés, ez elképzelhetetlen egyfajta meghittség nélkül. Meghittség pedig csak egymásnak a közelségében van, és ez a közelség, ez az Istenhez való közelséget, mint a végtelen feltöltődést, meg az egymáshoz való közelséget, mint a hétköznapok harcterein való helytállást jelenti. Tehát én mindenképpen az ünnepnek a bensőségességére és a meghittségére helyezném a hangsúlyt, hogy ezt tartsuk szem előtt, és ezt kezeljük prioritásként, hogy meghitt legyen az ünnep, megérintsen. Nagyon szépen köszönjük az ünnepi gondolatokat. Nagyon szívesen.